A fényképész páholy, illetve hát a sajtó szektor. Te gondoltad volna, hogy mondjuk egy cseh gátkutón fog múlni, lehet, hogy Dusan bejut. Azon a Jiří Muzsikon szerintem, aki tegnap megjavított a Szócsak csúcsát. Ő lesz a sarkallatos pontja, hogyha nem betűzik senki. Meg Dusan is nyújtja azt, amit tud. Ennél a 48-81-nél tud jobbat. Tegnap 48-99-et futott. Idén ugyan még tett. Nem futott ennél jobbat, csak 92-t. 48-44 Matéte, 48-81, tehát 48-80 abban az esetben, hogyha mondjuk futamában harmadik. És akkor... Mert azt is el tudom képzelni, egy második legyen. Igen, nehezen lenne. Nem elképzelhetetlen. Ugyan nem gyenge a futam, hiszen itt van a japán Saito, itt van a Molnár Zadojnov, ha már említett cseh Jiří Muzsik, Brian Bronson és Fabrizio Mori. Ugye a két, hát leginkább név és eredmény alapján esélyes a két első helyre, de hát azért na itt a pályabeosztás. És bocsáss meg, hogy még egy utolsó szóra beleszólok, de ugye most úgy számolunk, hogy Brian Bronson biztos döntős. De én emlékszem egy évvel ezelőtt, amikor ugyanígy egy futamban futottak Atlantában, és ugyanígy a döntőbe jutás volt a kérdés egy Dusannál, ugyanígy biztosan elévettük Bronzont. És nem azért nem jutott be Dusan, mert Bronson megverte. Mert nem verte meg. És hát Atkinset is azért biztos befutónak vettünk. No, hát az egyesen fut Yoshiko Saito Japánból. Dusan eddig mindig megverte, amikor együtt futottak. Valin Zadojnov Moldáviából, a 90-es Splitti Európa bajnokság negyedik volt, úgyhogy akkor a legjobb idővel, tehát Európa ranglista vezetőként érkezett Splitbe. Aztán csak a negyedik helyen végzett. A hármas pályán, tehát kifejezetten jó pályán Kovács Dusan, az alaegerszegiek csúcstartója, 48-57, tavaly Atlantában a középdöntőben, és az nem volt elég akkor a döntőbe kerüléshez. De ezt most felejtsük el. Előtte, tehát Dusannak mindenképpen előnyösebb, illetve előnyös helyzetben az amerikai Brian Bronson. Dusan nem tartozik a nagy kezdők közé, Bronson viszont annál inkább, így lehet most egy kicsit talán kockáztat Dusan, és ha nem is teljesen vele, de majd megpróbál valamelyest utazni rá. A ötös pályán Fabrizio Mori, az idei Európa ranglista vezető. Itt pedig a cseh Jiří Muzsik, aki tegnap futott 48-56-ot. Azt hiszem mindenki talán legnagyobb meglepetésére eddig nem nagyon lehetett őt hallani. És mi itt az Eurósporton nem is nagyon láttuk. Ismét egy jamaikai, Karem Archer, 48-80. És hát nehogy bejöjjön ez a fekete ló dolog, mert akkor ja, az nem lenne jó, ne is beszéljünk róla. Jó, a hetesen, a nyolcason pedig a 95-ös világbajnokság hatodik helyezettje, a zimbabwei Ken Harben. Ő az. No. Tehát... csont nélkül az első két hely valamelyike, vagy 48... 81. 81, igen. 80. Tehát 48-80, egy gyorsabb. És a kamera általában az esélyes mutatja. Jaj, jó kapta el. Dusan rajtott a moldávhoz képest. Az egyesen megy Saito, de vele most ne foglalkozunk. Bronzon nagyon elkezdte. Hol megfogja a második gátnál már Móri előnyét. De őt nem nagyon kell figyelni, mert ő nagyon-nagyon el szokta kezdeni. Ugye 200-ig mindig bír menni. Dusan egyelőre nagyon jól halad. Hát nem tudom. Brian Bronson vezet ez egész biztos. Ott a jamaikai is nagyon jó. A cseh is nagyon jó. Móri lemarad. Dusan. Itt már többet fogunk majd tudni. Ott lehet Muzsik a második, Muzsik a második. És Dusan, jön Móri, Dusan meg kéne csinálni ezt a második helyet. És meg lehet, meg lehet. Jaj, de kár nem lesz meg. Móri a második. 47-83. Le.
Na, hát lehet. 48-44-nél, ha jobb, 48-44-nél jobb, akkor Dusán döntős, és 47-83-mal nyer bronzon, és annyira nem kapott ki Kovács Dusán. Annyira nem kapott ki. Az ott kevesebb 6-10-nél akkor döntős, és már tette előtt döntős akkor. Itt volt néhány olyan lépés a Dusának, amikor talán még lehetett volna bízni a második helyben is, de a cseh nagyon jó. De az a 48-56 az nem egy kiugró eredmény. Stabilan tudja. Fabrizio Mori pedig hát végül is Európa ranglista vezető, úgyhogy tulajdonképpen illett bekerülni a döntőbe. Van-e az 6-10? Ja Istenem! Ja Istenem, te kellene! De érezte, hogy fontos lehet, mert dobta magát a végén, pedig hát ő is gondolhatta, hogy itt harmadik hely kéne, és hogy harmadik lett volna, akkor megvan. Szegény. Szegény, ha nem jut be. Bronzon. Hát, hogyha Matete előtt kerülne be, és hát akkor természetesen ne felejtjük, hogy ez a 48-44-nél jobb idő az óriási magyar csúcs lenne. Úgyhogy nem akármit várunk el tőle, hogyha csak megjavítja a rekordot, meg így sem szólhatunk egy szót sem. Remekül futott Dusán. Csak hát az eredményt azt jó lenne látni. Itt még lehetett bízni a dologban, hiszen Mórival együtt és Dusának az utolsó 100 méterre az egészen fenomenális szokott lenni. A cseh nagyon elő van. Nagyon jó. Miért ilyen jó? Eddig nem hallottunk róla. És itt az utolsó gátról Móri már jobban jön le. És hát úgy tűnik, hogy a csem múlott. A nyolcason a Zimbabwe is azért ott van, de ott a végén azért Dusán jobban dobja magát. Na, most. De 48-45! Kiesett. Ilyen nincs. De új magyar csúcs. Egy századon múlik a döntő a kutyafáját. A kutyafáját. Ezt nem hiszem. Szegény. Mindenki előtte országos csúcsot futott. És Samuel Matete, hogyha végén egy picikét kienged, de nem engedett ki, akkor nem. Aj. 48-44-jel bejut Matete, és 48-45-tel Kovács Dusán. Új országos csúccsal. Egy század kellett. Élete legjobb világbajnoki helyezésű, de azt hiszem, hogy most ez legalábbis a számára valami keveset számít. Jaj, nem a mi napunk. Na nem baj, de van egy magyar csúcs, és ennek is örülni kell. Ez nagyszerű eredmény, csak hát a döntőbe fut, akkor tényleg negyedik, ötödik, hatodik is lehetett volna simán.